Csontkovács tanfolyamra jelentkezett a büntetőper sértetje. Az oktató rajta mutatta be a gyakorlatokat a többieknek. Csak hogy a férfi ballábát korábban műtötték, ezt közölte is a tanárával. Ő viszont egy bemutató alkalmával erről elfeledkezett és túlfeszítette a korábban operált lábat, ami súlyos, 8 napon túlgyógyuló sérülést okozott. Az ügyész foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel vádolta. A balesetet okozó Csontkovács oktató először mindent beismert, majd most tagadott. A bíró viszont úgy döntött, hogy a vádlott mégis bűnös. Szerinte ugyanis az oktatónak nem szabadott volna elfelejtenie, hogy a sérült férfi korábban beszélt neki a megműtött lábáról. Az ítélet ezért 400 000 forintos pénzbüntetés lett, valamint a szakma gyakorlásától is eltiltották. Eltégy a bíróság 2 évre, vagy egyéb tevékenységtől, amely nem konvencionális, gyógyító és természetgyógyászati eljárások körébe tartozó, orvosi és egyéb felsőszintű egészségügyi szakképesítés nélkül végezhető, vagy szakképesítéshez kötött természetgyógyászati tevékenység, illetve alternatív mozgásterápia. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert a vádlott Csontkovács felmentésért fellebbezett.